Sziasztok! Régi kis kamera. Állványt azt nem hoztam. Szóval egy nagy sziklára raktam le a kamerát. Viszont az úgy megvette a tökömet gyakorlatilag. Szóval a nagy sziklára raktam két ilyen kis kavicsot, amik alulról kitámasztják a kamerarészt, meg magát a kijelző részt. És így nagyjából azért rám fókuszál. Hát én nem tudok menni, mert akkor leesek. Szóval ez most egy olyan fél méteres szakaszon belül ülök, egy pont olyan helyen, ahol amúgy nem a legbiztonságosabb, de itt tudtam megoldani, mert a közelben nem volt egy kibaszott olyan hely, ahol le tudtam volna tenni a kamerát. Ilyen a természetben nem nagyon fordult még elő, visszafele nem nagyon tudok menni, előre hát tó van, nem tudom mennyire látszik mögöttem. Visszafelé mögöttetek, most nem mutatom meg, mert nem mozgatom el a kamerát inkább, mert örülök, hogy leraktam és stabilan áll egy helyben nagyjából. Bár a szél miatt lehet szélza is lesz, meg igaz is, hogy lecsapódik valahol a kamera, akkor annak boldog leszek, meg annak nagyon fogok örülni tényleg. Szóval megöttetek, van egy afféle gát, vagy én nem tudom mi, de azt táplálja az egész patakot, amit láthatatok már korábban a videóban. Itt egy korlát, betonszerkezet mellettetek, amögött meg egy nagy szakadék jellegű dolog, ilyen betonból kiépített mesterséges vízelvezető rendszer, szerűség, valami. Arra meg vannak ilyen kibaszott nagy sziklák, illetve nem nagyok, meg nem sziklák, inkább ilyen nagyon nagy kövek. Végig a patakparton övezve, ott meg aztán végig nem tudok leülni. Ott tudtam volna még max, csak állvány nincs nálam, hát miért lenne? Szóval ez most megint egy ilyen vészmegoldó dolog itt. Régi kamerát használom, mint mondtam, vagy nem mondtam, nem tudom. El akarom már mesélni a tegnapi napot, ugye azt a napot, amikor láthattátok a Jersey Devilnek az otthonát. Típusú videózás volt ott a elhagyatott romos házzal. Oké, ez a mai videóban is volt már. Most a másik videó, nem tudom milyen naponként lesznek megosztva, tök mindegy. Szóval ez most így már New Jersey-be vissza kotoroltunk, úgymond. De itt Pennsylvania, New Jersey menti folyó mentén haladtunk végig. Kurva szép tájak, lenyűgöző helyeket lehet itt látni. De megmenném kockázni azt is, hogy ilyen Mátrát is überelő rendszerek, hegységrendszerek. Jó, mert Mátra nem a legnagyobb hegy a világon nyilván, de hogy még talán annál is jobban tetszik ilyen téren a dolog, vagy csak már nagyon rég voltam a Mátrában és az annyira már nem él bennem. Mindegy. Jó, király, nagyon szép környezet volt. Itt még a kis városok így a víznek a szélén is olyan rohadt jól néztek, olyan rohadt hangulatosak. Ahol megszálltunk New Hope nevezetű városba, új remény, és nem a Star Wars, hanem a városnak a neve az, kisvároskának a neve. Az például sok téren egy ilyen 50-es, 60-as évekbeli városra emlékeztet, ilyen kicsi, az épületek is ilyen minimum 100 éve ott vannak már. Szóval ilyen nagyon jó kis retrós kis város az, ahol megszálltunk. A tegnapi nap az úgy zajlott, most én nagyjából elmesélem egy 5 percben, hogy mi történt tegnap, aztán hozzarakom azokat a részeket, amiket még nem mondtam el eddig, mert nem vettük fel, mert akkor lemerült már a telefonom majdnem. Ezeket nem bírtam használni sötétbe, vagy nem is az, hogy sötétbe, de mikor már szürkület van, akkor ez a kis kamera, meg a SC4000 se nagyon akar ugye felvenni semmit a feketeségen kívül. Az iPhone legalább valamilyen szinten jól szűri ki a fényt, illetve a sötétet. Jó a fénykezelése, ezeknek nem. Szóval már akkor nem nagyon tudtam felvételt készíteni. Próbálom ma pótolni azért több videóval. A tegnapi napunk úgy indult, hogy reggel 8-kor felkeltem, illetve 6-kor keltem, de 8-kor volt megbeszélve, de 6-kor már felébredtem, kipattantam, még szétnéztem neten, koszkultam, kiírtam ezt, azt vlogoltam is egy picit gyorsan. Azután elindultunk, ugye Food Lionbe bementünk, mert kellett pár pia, mert nem alkohol, hanem innivaló, kellett egy kis útravaló, valami bekapnivaló, még azt csináltunk otthon, illetve Szefi barátnője csinált. Nem férfi munkát. Jó, nem köcsögösködöm el. Mindegy, beugrottunk pár helyre, elemet vett Szefi, nem tudom miben már most hirtelen. Meg ilyen alapdolgokat elintéztünk még gyorsan reggel, a 9 óra körül indultunk el konkrétan az útra. Hát a Delver része az egésznek, az nem olyan szép, ugye az egész majdnem egy síkság gyakorlatilag. Nem nagyon van mit nézni rajta, és ismételtem, bocsánat a szélzaért, ha van, mert én úgy érzem, hogy van, de lehet, hogy közben nincs. Szóval Delver az nem egy olyan szép környezet ott, nem is nagyon szeretem azt a helyet.
mert az államot. New Jersey-be átérti, ott már kezd fásodni a környezet, kezd egyre több, nem tudom, hogy mondjam, patak lenni. Hát ugye Delverben azért nincsen igazából semmi, mert nagyon tengerközeli környezet. Minden New Jersey egy részén már elkezdtek nagy fák lenni, mindenféle fenyők, fenyőerdők, stb. Ott már elkezdtem magam úgy jól érezni, mondom, huha, otthon vagyok, hazatértem. Ez volt a jelmondatom egész úton kb. Hát, ugye aztán láttátok videóban, hogy megálltunk pár helyen. A legtöbb helyet, amit meg akartunk nézni, azt nem sikerült már megnézni sajnos, mert a legtöbbet felvásárolták, ugye, magánterület, kurva élet, stb. Szóval azokat a részeket nem nagyon sikerült megnézni, amit szerettünk volna azon a napon. Aztán úgy voltunk fel, hogy jó, akkor menjünk tovább, menjünk vissza a hotelba, csekkoljunk be, intézzük a dolgokat, pakoljunk le, töltsük fel, ami, hát amit lemerítettünk úgy félig meddig, például a telefonomat jól feltöltöttem 30%-ról maxra, meg ilyenek. Onnan, hát kb. Eddig láttátok azt a napot, már a telefont otthon hagytam lényegében. Este, elmentünk a Union Hotelhez, ott egyáltalán nem készült felvétel igazából, mert sötét is volt az egyik, a másik meg azt, hogy nem mehettünk be, mert romos az épület, omlás veszélyes, beszökt meg nem lehetett, mert kibaszott nagy kerítés őrizte, pedig ott szerettünk volna valamiféle pok epizódot csinálni, vagy ha nem is pokot, de legalább bemenni éjszakai felvételes kamerával, azt így végig nézegetni a helyet, elemlámpával, mindennel. Írtunk a helynek a tulajdonosának, ő azt mondta, hogy felőle megtörténhetne a dolog, csak az omlás veszély miatt nem vállal felelősséget, ezért nem is engedélyezi ezt a dolgot. Sajnálatos módon. Mi szerintem bevállaltuk volna egyébként az omlás ellenére, omlás veszély ellenére, de végül is akkor úgy annyiba hagytuk az egészet. Ott még csatangoltunk, de előtte még volt valami, csak azt kihagytam, azt mindjárt. Volt egy jelenet ott már sötétben, hogy mentünk, és akkor megjelent egy őszkid az út szélén. Hatalmas megijedés, fékezés, arrébb rántott kormány, minden. A mögöttünk lévő az majdnem bele is taknyolt a szerencsétlen őszgidába, de aztán elfutott még időben. De szóval aztán az mentünk, pihenés, alvás, minden. Szóval előtte, még mielőtt elmentünk a Union Hotelhez, ahol mindenféle paranormális jelenségeket adtak, tanúbiztonságot, bizonyos szituációkban lényű élő emberek. Ez a mondat volt. Előtte még egy vacsorát elintéztünk. Van egy magyar étterem, Barbara's Restaurant New Jersey-be. Pontosan hol, azt most én nem tudom megmondani hirtelen. Ott van mindenféle magyaros étel, töltött káposzta, töltött paprika, székelykáposzta, mit tudom, stb. Nem tudom mik azok, nem is van magyar ételeket névről, mert nekem minden csak hús meg krumpli. Szóval nem vagyok tisztában magyar ételekkel, se az angol ételekkel, se az amerikai ételekkel, se a spanyol ételekkel, se az olasz ételekkel, milyen nevük. Én csak arról ismerem a kaját, ha látom, ott van előttem, ez töltött paprika, az kész. De hogy mit tudom én, cordon bleu, meg ilyenek, mit tudom én mi az, de látnám, akkor tudnám, hogy az az, érted? Most nem azt, hogy tudnám, hogy mi az, de lenne rá egy nevem. Ott én ettem egy jó kis, nagyon finom, de kurva jó kis töltött paprika volt, hát annyira vágytam már valami töltött káposztára, töltött paprikára, vagy valamire. Csak a töltött káposztát azért nem akartam enni, mert tudtam, hogy édesanyám azt nekem másképp csinálta mindig, mamám is másképp csinálta, szóval más módszerrel, nem a úgymond hivatalos magyar módszerrel. Mert én a rendes magyar tölt káposztát, amit tényleg úgy mondok, hogy hivatalos formája tölt káposztának, az nekem annyira nem jön be. A Steffi se szereti például annyira, neki is másképp csinálta az anyukája, nekem is mondom, másképp csinálták valamilyen szinten a szülők, nagyszülők. Szóval én töltött paprikát ettem, mert tudtam, hogy a töltött paprikát csak egyféleképpen lehet nagyon. Azt nagyon. Aztán büdös, mocskos, mindenit akkora adagot adtak, mint az őrület. Azóta is a beleimben érzem, hogy ott forog, fortyog, élvezi, hogy magyar hasba került. Az eszméletlen finom volt, mellé még egy jó kis magyaros, túros palacsinta. Adta magát nagyon a környezet. A hely jó kis feelinge volt, mentek ott a magyar népzenék a háttérben, tévéről, mit tudom én, magyar hímzések a falon, címer, képek Magyarországról, Budapestről, egyéb ilyen dolgok. Szóval nagyon magyar feeling volt, és vicces volt látni, hogy bemennek oda amerikai emberek is, és
azt mondták ott a tulajék, hogy a amerikaiak a legjobban nem mást, mint a nokedlit szeretik. Mindent a nokedlivel lesznek. Pedig ugye Amerikában a nokedli az gyakorlatilag ismeretlen fogalom, szerintem, úgy tudom. Ne rögjél hörből, nokedli szót használom sokszor. Szefélye, mi is rögtünk egy nagyot, mikor megláttuk az étlapon nokedli. Teljesen más jelent már a szó nekem is. Főleg, hogy Amerikában ugye nincsen, most nem nagyon van, vagyis tudtam már egyáltalán nincs, csak ilyen magyarosabb helyeken esetleg nokedli. És nem is találkoztam ezzel a szóval legalább, hát amióta kijöttem, biztos nem. Szóval ennyi. Utána lefekvésor, stb. Semmi érdekes. A mai nap meg úgy kezdődött, ugye, azt majd, hogy nem a legétől dokumentáltam, felkeltem, kolbászoltam a szobába. Szefék készültek, én gyorsan kész vagyok, ugye, fiúk. Azt így, ugye vártam rájuk, meg ettünk gyorsan reggel, megnéztünk egy Rick és Morty részt. Kaja mellé. Elindultunk, és már az első 10 percben elkezdtem kamerázgatni, ugye láttátok a videó elején azokat a bevágott kis autóból felvételeket. Azok mind akkor készültek kb. Ébredés után egy órával. Hát, ott megálltunk egy helyen, azt is látjátok majd a valamelyik videóban, mert ezt most mindig így kell mondanom. Elhagyatott autók, valami épület volt ott, szép nagy folyó, ugye. Annak a mentén jöttünk végig gyakorlatilag egész nap. Mit tudom, megnéztünk egy hidat, azt én nem fényképeztem, nem videóztam le. Úgy voltam vele, hogy nem tudnék erről szép szögből felvételt csinálni. Olyan volt, mint a GTA-ban vannak ezek a fedett hidak, tudjátok, ez a fából fedett faszom híd. És onnantól fogva a 2 órán keresztül jöttünk, hogy elérjünk gyakorlatilag erre a Clinton Roadra, ami itt van velem szembe. Ez ugye Amerikának a leghíresebb paranormális jellegű hídja, útja, nagyjából 10 mérföld hosszú. Innen jelentették talán a legtöbb ilyen dolgot, hogy láttam valami szellemet, vagy láttam valamit a fák között, típusú dolgok. Szóval itt nagyon sok ilyen volt, főleg azért, mert azért a környezet is eléggé, hogy mondjam, lakályos. Nem, azért eléggé sokan járnak kocsival főleg. Picit kinyomom, mert rám jött a szarás. Mégse kell. Nagy vállalás volt ez a kinyomás, egyébként majdnem leesett kétszer is a telefon, a kamera. Már rászoktam arra, hogy a kamera helyett a telefonszót használni, mert mindig azt mondtam a telefonra, hogy kamera. Most megbazd meg, hogy a kamerát használom, fontos, hogy letelefonoznám. Ez kurva jó érzés. Bocsánatot élek. Szóval ezt majd nagyjából beszéltem nagyjából a helyről. Sátanista szekta jellegű dolog is szokott errefelé lenni elvileg. Ezért tudományos kísérletek által létrejött élőlényekről beszélgetnek. Helybéliek, legendák szólnak ilyen dolgokról, szellem, kisfiú, mit tudom én. Ezért jöttünk főleg ide, hogy így kamerázgassunk, mert hát én mindenféleképpen egy erdős környezetre vágytam. Ha meg már erdős környezet, akkor kössük össze a hasznosat a kellemessel, kellemest a hasznossal, akkor menjünk olyan helyre, ahol Kastia kurva jól elvlogolgat magának, meg ahol lehet akár pokozni is, meg szép fényképészkedhet itt, ahogy akar, csak mindenki boldog. Erről a témáról igazából ennyit tudok most mondani, így elmúlt 2 nap gyors talpaló, az képest 5 percet mondtam, ment vagy 12 percig. Pont. A következő útszakasz, hát itt leszünk estig, mondom, olyan este 10-10-ig, 11-12, nem tudom meddig. Csak az majd, egy nagyon sok a út hazafelé, nagyon sokáig tart hazaérni. Kb. 2 óra inkább, de attól függ, hogy mennyire csatangolás lesz belőle. A GPS néha félrevezet egy picit, szóval inkább olyan 2 óra 3 között valahol fogunk hazaérni, az meg éjfélkor indulni eléggé ouch lenne, mert hát hajnal 2-3 hazaérni kemény lenne, főleg hogy holnap az időbe kéne kelni, mert ki kell csekkolni a hotelből, meg el kell indulni hazafelé, előtte persze beugrunk Philadelphiába, itt-ott belenézünk dolgokba, ott is majd lesz a kamerázgatás nyilvánvalóan. Philadelphia-t se látja az ember minden nap. Aztán tervezünk majd valamikor ősz környékére. Legalábbis én úgy lőttem be, hogy ősz környékén egy New York-i utazást.
kalandot. Az is jónak ígérkezik majd. Bár nem iszok elő a medve bőrére. Szóval nem mondok biztosat. Egyszer biztos eljutok oda is úgy normálisan. Oké, voltam már ott, meg láttam New Yorknak a felét így autóból, meg minden. De azért ott jó lenne egy olyat, hogy csinálni, hogy végsétolok a Times Square-en, meg ilyenek. Legalább már GTA 4 jelleggel, vagy Division jelleggel átéljem azt is a valóságban is. Aztán jobb érzés lesz majd a Divisionbe is ott mászkálni, mert hú, itt jártam, bementem be a vendéglőbe. És akkor most be lehet menni a játékba, és ez tényleg ugyanolyan, szétlök mindent típusú lesz. Szépek ezek a pofászok. Most ezt a videót megállítom. Az ott egyébként egy vadászgép. Ez a tő. Ez a tó gyönyörű, amúgy esküszöm. Nagy kurva szép ez a tó. Mármint, hogy például ott van egy ilyen kis szigetszerűség valahol, remélem látszik, én nem látom így kamerán keresztül, ott egy szigetszerű, az olyan, mintha a Witcherből K.R. Morhennek a környékén lenne az a kis tó, vagy valami. Nem tudom, nagyon tetszetős környék. Ott az a gátas rész, az, ami picit belerondít a képbe. De hát elviseli az ember az ilyet, azért nem egy nagy dolog, úgymond. Egyébként a Clinton Road, az, hát valahonnan onnan a francból jön erre, ott megy végig ott az út szélén, hát beközelítek oda nektek, ott megy végig valahol, megy végig a part mentén megy végig arra az Istennek a faszába. És egy idő után talán ott így bekanyarodik valahova be a faszba, a fák közé megint, és kiír egy ilyen településszerűségre, hoppá, össze-össze közelítgetek, meg távolítgatok. Szóval kifejezetten élvezetes ezen az úton menni alapból is, még ezek a legendákkal együtt, meg aztán végkép. Wow! Sziklás mélyedés jelleggel erdőben császkál a Castiel. Ez valamilyen szinten rímelt. Csak úgy mondom, hogy menőzzek vele. Olyan helyeket találok be, az meg nem hiszem el. Zseniális teknős. Na most valahogy vissza kell jutnom Szefélyékhez, mert jelezték, hogy jussak már visszafelé, de itt nem tudok átmenni ez a szakadék, az ott kell átmennem fent, bassza meg. Jelezték, hogy ezt úgy kell érteni, hogy láttam a távolba őket az autópályán, vagy mi az úton, a Clinton Roadon. És ott integettek, hogy menjél visszafele. Gondolom, találtak egy újabb helyet, ahol lehetne menni. Vagy nem tudom. Papa. Sziasztok, folytatom, bocsánat a fényért. Események voltak, fejlemények. Na, az történt. Remélem hallatszódik. Felhúzod létszés az abokat egy picikét? Castiel-t kerestük nagyba, mert ugye megbeszéltük, hogy akkor ő most elkóbászol, én meg fotózok, stb. És egy... mi volt? Milyen... egy gát. De nem, milyen hatóság volt? Ja, hát a város fenntartó hatóság valami. De minden megállt, ahol voltunk, mondta, hogy teljes mértékben le van zárva ez a épület, vagy mi ez az egész gát, ott ahol voltunk, mert tegnap óta valami történt, úgyhogy ha lent vagy és már fotózol, az már terror támadásnak minősül, és nem az, hogy letartóztatnak, hanem instant visznek a börtönbe, hogyha bármit olyat csinálsz. Úgyhogy rendesek voltak velünk, mert simán lefoglalhatták volna a fényképezőgépemet, meg minden. Úgyhogy föl kellett jönni. Oké, akkor megálltunk a kocsinál, megvártuk Castielt, hogy hát ha jön. Na, ez a csávó meg visszajött. Tehát elment a végéig, aztán visszajött. És ugye kérdeztem, hogy mi a probléma. Hát ugye mi meg nem mondtuk el, hogy még van még egy személy, aki igazából ott van a gát közepén. Úgyhogy azt mondtuk, hogy csak nézzük, hogy merre mehetünk még, meg ilyenek. És akkor elkezdtem mondani, hogy nincs itt semmilyen szellem dolog, meg az egész egy kitalációs szar, ő itt, ami 24 órában... 35 éve itt dolgozik, 24 órában járja ezeket az utakat, nem látod semmit. Igazából egy hatóság mit mondja? Két szellemek vannak. Várjál. Oké. És akkor elmentünk a szemmel átter, és ugye beszálltunk a kocsiba, elhajtottunk. Csak ugye itt a környéken kellett szalomozni jobbra-balra, hogy akkor meglássunk téged, mert fogalmunk sem volt, hol vagy.
és próbáltunk gondolkodni, hogy lehet, hogy akkor egy olyan ritmus kéne eldudálni, amit te felismersz, mit tudom, azt akkor tudod, hogy mi dudálunk, vagy valami, vagy Terminátor zenején is eszünkbe jutott. Kurvára szar volt, mert attól paráztunk, hogy már visszafele kellett volna jönnie. És akkor hogy érezzünk neked, hogy te kurvára szedd a lábadat, mert egyébként bármilyen... Tehát... Nem akartunk vele még egyszer összefutni, az a kurva gyanús, akkor már mit csinálunk? Igen, ma harmadjára találkozik velünk, ugyanúgy... Nem vallottunk be, hogy van egy harmadik személy velünk. Úgyhogy... Én meg a gátnál vászkolok pont táskával. Igen, terrortalmodás. Tehát most kicsit elmész a hídtól, ahol leparkol... Külön kiemelt objektum lett ez a gát. Történhetett valami tegnap, és tegnap óta vörös riasztás van a gáton. Őrzik, mint a... Mint a elnök lenne. Ja. Az igen? És mi meg ott terroristáskodunk gyakorlatilag. Ugye nem is azt, hogy letartóztatnak, hanem instant börtön, érted? Ez mi van? De ahogy mondtam neki, hogy jó, akkor mindjárt szólok ugye neked is, hogy gyere ki, azt mondja, hogy gyerünk, haladjál, kapkod a lábat, ha nem akarsz börtönbe menni. Mondom, jó van, akkor innen iszkiri. Azt mondja, azt a csíkot, ha átlépjük, onnantól kezdve a törvénysértés. Mondom, fasz a Castilla, meg ott kopászó bette ki, ott itt erre a rész. Úgyhogy nem is mondtuk meg, hogy vagy velünk. Mondom, jó van, akkor most már indulunk, nem akarunk semmi bajt. Márk, hogy pont ott mászkáltam. Meg hogy meghallottad, hogy dudáltam meg. Nem hallottam, magamtól fordultam meg. Meg amúgy ott ültem, pont olyan helyen ültem, egészen igen, előtte. Igen, amikor a kanyar van, onnantól olyan mintha egy pusztában közepén lettél volna, ahol pont a gát van. Igen. Tehát ha arról jön... egy fa nincsen ott a környék. Igen, de ha arról jön visszafelé, akkor kiszúrt meglát. Volna téged. És egyből meglátod. Meg az is lehet, hogy elment ott, csak pont ültem. Mert azért is paráztunk, hogy mit tudom én, nekünk ugye jóval előre, meg hátra kellett menni, hogy meg tudjunk fordulni. Azt mondjuk, hogy elment mellettünk, akkor kiszúrt téged, akkor azt mit tudom én, ott vár, vagy valami. Ez egy nagyon parás helyzet volt most. Az van. Mi nem tudunk elérni, meg semmi, hogy most érted, csak várni tudunk. Mondom, ha meg netalántán visszajössz, látod, hogy nincs ott a kocsi a helyén, ahol megbeszéltük, akkor meg lehet pánikba. Mit csináltál volna? Én azt mondtam, biztos ott fogsz téplábolni egy kicsit, hát ha csak nekem el kellett ugranom be. Hát ja, más. Vagy valahová, csak ott maradtál volna, ahol a kocsi volt, nem? Ja. Hát ma úgy, hogy 6 órakor akartam visszaindulni, szóval 10 perc múlva köbben. Meg hát ugye most is gyorsabban mentem volna, csak hát ott lejutni elég nehéz volt. Még ott oké a domb oldalon, de utána volt egy olyan rész. Próbáltam neked így jelezni, mondom, ebből csak látod, hogy valami van, mert... Nem gondoltam, hogy problémás dolog. Csinálni kéne egy ilyen kézjelet, amiből tudjuk, hogy mit tudom, így rakjuk kezdet, akkor az kurva eső, és kurvára kell, hogy valami. Igen, jobb lett volna ezeket előre megbeszélni. Viszont az a baj, hogy így az estében nem tudom. Hát, hogy másik végébe elmegyünk, az nem is közel hozzá. A vége még talán nem. A másik vége felé. Ahol parkoltak a szürke autók, oda talán vissza lehetne menni. De jó, nem hiszem, hogy ez a csávó lesz évvélig ott fog járőrözni. Csak az a baj, hogy a végén már nem tudom, hogy vannak ilyen piros táblák. Piros most mondta, végig van. Végig? Itt amikor ugye mondta egy 5 percig mesélt, hogy milyen helyzet, akkor azt mondta, hogy... Valad, azt fel kellett volna venni, olyan, mint internet adtunk volna, a csávó magától elkezdi magyarázni, nézzé, 35 évén dolgozok, itt nincsen kóztos tűzé. Azt mondta, hogy lámpa nélkül szokott ugye végigmenni, mert hogy keresi ugye ezeket az embereket, akik megpróbálnak oda. A sátanizmus beütött. Úton módon menni, azt mondta, hogy ő még sose látott semmit. Jó, de egyébként mit mondhatna más? De turisták vagyunk, nyilván... Úgy gyerek, hogy micsoda izé van. Pont azt nem fogja mondani, amit hallani akarunk, hogy... Ja, ti szellem jöttek, igen, ja, menjetek majd izé késő este itt. Azt mondta, hogy az egyetlen egy sztori, ami valóban igaz volt, az, hogy valaki ledobott egy hullát a hídból. Az az egy sztori az, ami tényleg igaz. Ezt meg sem találták soha? A hullát igen. Mert az embert ki ledobta? Azt nem tudom, szerintem nem. Szerintem azért ilyen misztérium. Valaki ledobott volna egy hullát. Na hát a kedves nézők, akkor mi vannak ilyen fasságok ezek szerint? És sajnos most ez történt, mert... Nem lesz videózós. Clinton-ródós videó, itt nem biztos, hogy lesz, mert... Mi kép se van. Csoda, hogy nem foglalták el. Mint otthon Magyarország. Mondd újra, mit mondtál? Jó, hogy nem
foglalták le a fényképezőgépemet. Nem úgy, mint otthon a Magyarországon a drónt, ugye? És hát hatósági cuccot csináltam, amit törvénysértettem, és még mindig nem vették el a gépemet. Megtehette volna simán. Hogy megnézem, mit ízéltem. De ugye pont láttad, ki volt támasztva ugye a tripod. Úgyhogy pont látta, hogy én azt fényképezem, de pont volt, hogy nem ízélek. Sziasztok! Itt vagyok egy elhajatott helyen. Vagyunk, mindegy, én vagyok a legfontosabb. És hogy vannak ilyen hangok, ajtónyitás jelleggel. Hát... Oké. Hát, ez jobban hangzott. Jobban hangzott először. Nézd, hogy van benne. Káosz, pánik. Aha. Az igen, bazd meg. Mi a fasz? Én enni akartam ebből a dolgból. Hogy... De ez egy totál pontatlan doboz, de valaki járni szokott. Nem ilyen... Nem csak egy ház van, elég sok. Ez is elhagyatott ház ott, meg itt mindenféle dolgok vannak. Meg ott van, arrafelé, egy egész tábor, elhajtott tábor, de meg nem lehet bemenni, bazd meg, persze, mi lehetne. Na hát, látjátok, a mai nap eredményes volt, terrorista lettem, meglátogattunk pár elhajtott helyet, amiket természetesen sajnálatos módon nem sikerült teljes mértékben normálisan bejárni, privát terület, magántulajdon jellegű problémák, de jókat kalandoztunk, volt erdőjárás, volt minden, az egy jobb volt ez a nap, ilyen téren. Tegnap sok volt a kópászolás, ma azért jobb lett, kajáltunk egyet. Hazajövetel, jegyrendelés, méghozzá Batman vs Supermanre. Holnap Philadelphia, onnan haza, rögtön Batman vs Superman. Aztán holnap este egy olyan alvás következik szerintem, hogy másnap reggel nem akarok majd munkába menni, bár azt soha nem akarok. Jó éjszakát! Vagyok nektek délutánban!